Csácsom, mit csinálsz, ezt a csokoládé és traktorkerék szavasz, hello, aki nézed ezt a videót, hát egy meglepő és érdekes, fordulatos dolgot talált ki a Keeper a 7 Days to Die sorozattal kapcsolatban. Megpróbálom összeszedetten és érthetően elmondani azokat a dolgokat, amit gyakorlatilag kitaláltam, hogy minél kevesebb kérdés merüljön fel a komment szekcióba. Bár valószínű, hogy nem fog sikerülni összeszedetten elmondanom, úgyhogy kérdezzetek nyugodtan a komment szekcióba, hogyha valamit nem értetek. Na, szóval azt találtam ki, hogy ugye megy a 7 Days to Die sorozat, túlélő sorozatom, viszont minden egyes tizedik nap, tehát a tizedik nap, a huszadik nap, a harmincadik nap, a negyedik, 40. nap, multiplayerbe fogom indítani a játékot akkor, amikor felveszem az aktuális részt. Tehát nem a tizedik rész, hanem a tizedik nap. És a tizedik nap, minden tizedik nap hajnal 4 órakor fog indulni a rész. Nem valós időben, hanem játékidőben. Azért akkor indítom ugye, hogy ne fussanak a zombik, hogy ne legyen olyan nehéz az embereknek, akik csatlakoznak hozzám. De lesz egy speciális feladata azoknak az embereknek, akik csatlakoznak hozzám. De először is ejtsünk szót róla, hogy kik csatlakozhatnak. Bárki. Úgy gondoltam, hogy ugye elindítom a tizedik nap, hajnali 4-kor a játékot, azt a mapot, amit játszom, és annyi, hogy multiplayerbe fog indulni, tehát lehet hozzám csatlakozni bárkinek. Nem lesz jelszó, meg lesz adva ugye a neve, hogy találjátok meg ugye a szervert, és lesz is feladatotok. Na, akkor térjünk a feladatra. Gyakorlatilag egy zászlófoglalás fog történni. Addigra valószínűleg, hogy felépül, még van egy-két napom a bázisom, ami ott a trader mellett van, és ugye gyakorlatilag mindenki tudja a koordinátáját, mivel látni ugye a koordinátát a mapon. Meg hogyha ismeritek a térképet, akkor meg főleg tudjátok. Gyakorlottabb játékosok előnybe természetesen. És az lesz a feladat, hogy én el fogok rakni a bunkerembe egy darab tárgyat. És azt a tárgyat kell megszerezni valakinek, és ő lesz a győztes. Erre én úgy gondoltam, hogy ez egy valószínűleg egy nagyon hosszú rész lesz, és én úgy tervezem, hogy ugye lehet, hogy ez igen, ez 2 órás rész lesz, mivel gyakorlatilag úgy tervezem, hogy hajnali 4-kor, tizedik nap hajnali 4-kor megnyitom ugye a szervert, nem valós időben, hanem játékidő szerint, előre majd publikálni fogom, hogy ezt mikor fogom felvenni, mert nem live-ba fog történni, mert nem akarom, hogy így közben jön valamit a szaronet, tudjátok, meg amúgy is csatlakoznak hozzám egy csomóan, lag lesz, hanem legyen nyugodt körülmények között, ezt felveszem videóra. De előre el fogom mondani, hogy mikor. Csatlakoztok, és az lesz a feladat, hogy a bázisomból meg kell szerezni azt a tárgyat. Természetesen lehet, hogy érdemesebb csapatokat szervezni, hogy többen vágtok neki ennek a feladatnak, mivel én ellen fogok állni, tehát elképzelhető, hogy meg fogok ölni embereket. Úgyhogy hálózsákot kraftoltok, a bázisom környékére beveszitek magatokat, és ezt 11. nap 00 óráig. Tehát gyakorlatilag a 10. nap éjfélig lehet ezt megvalósítani. Lesz rá egész pontosan akkor 20 óra. 20 órátok arra, hogy ugye ezt megtegyétek játékidő szerint, ami közel ugye 2 óra gameplay lesz. Ezért mondtam, hogy érdemesebb lehet megszervezni egy ilyen közös támadást, egymást ugye lehetőleg nem megölni, nem veszélyeztetni. Én védeni fogom a bázison, viszont nekem annyi hátrányom lesz, hogy aki nézi a sorozatot, ugye azt tudja elemezni, hogy én hogy építem fel a bázisom, hol vannak a gyenge pontjai, hogy lehetne bejutni, hogy lehetne megszerezni azt a tárgyat, amit előre ugye meg fogunk beszélni, hogy hova fogok elhelyezni, és akinek az a tárgy ott lesz az inventoriába, az lesz a győztes. Gyakorlatilag aki megszerzi. Tényleg meg lehet ölni, le lehet rombolni a bázisomat, bármit lehet csinálni. Ez egy ilyen olyan eventen gondoltam, hogy gyakorlatilag egy multiplayer horda, amikor ugye 7. nap jön a horda, minden 10. nap meg fog érkezni a
játékosok hordája, és megpróbálják legyarulni a bázisomat, és megszerezni a tárgyat. Ennyi igazából, ami Dióhéjban addig még fog alakulni. Ha nézitek a részeket, akkor úgyis mindig fogok erről beszélni, hogy hogy fog felépülni. Mindenképp posztolni fogom, mikor lesz felvéve ez a viszonylag hosszú rész. Lehet szervezni ugye a csapatokat, lehet megbeszélni ugye Discordon vagy TS-en, hogy hol fogtok beszélni. Én úgy ne halljam természetesen, én nem fogok Discordon lenni. Én ugye pont az lesz benne az izgalmam, hogy én soha nem fogom tudni, hogy honnan jöttök. Lehet, hogy tudom, hogy elég nehéz lesz ugye cuccokat szerezni, de hogyha többen vagytok, meg elég sok idő is van rá, nem nehéz fokozaton fogunk játszani. Ugye azért tudtok olyan cuccokat szerezni, amivel azért le lehet győzni egy íjjal is egyébként. Elég nagy sebzést lehet okozni, főleg ha sokan vagytok, meg még ráadásul ugye azt meg elég könnyű előállítani, meg lootolni lehet, meg igazából rá lehet fordítani az időt arra, hogy összeszedjétek mindig magatok. És a következő rész 10. napon úgy természetesen megint ugyanígy ez a multiplayer horda lehetőség lesz. Ezt találtam ki, nem tudom mennyire tetszik nektek, nyugodtan kérdezzetek a komment szekcióba, folyamatosan megbeszéljük ezt, hogy hogy lenne a legjobb, kinek tetszik, kinek nem, és ennyi igazából, erre gondoltam, véleményeket, ötleteket, bármit szívesen fogadok. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyi lett volna ez a videó, sziasztok!